Hare Krishna. Igen, egy szempontból csodálatos, más szempontból sok ember rosszul van, nagy melegtől. Jó, hát a mai témát tudásvédikus, tudásvédákról fogunk beszélni egy kicsit. Megnézzük, hogy meddig megy. Lehet, hogyha lesz kérdések, akkor lehet kérdezni. Kezdjünk az elejétől, amikor még én is jártam iskolába, és egy alternatíva volt, Karl Marx, Friedrich Engels filozófiájuk, hogy emberből, vagy emberből, jó lenne emberből, de majomból inkább lettünk, és utána a tudósok elkezdtek ezt bizonyítgatni, hogy az ember, vagy a tudat, ami létrejött, ez egyi elemeknek, a különböző kombinációnak az eredménye. Én így fogom, mint egy radat. És amik ők azt mondják, hogy az élet, ki tudja, mit jelent, hogy élet tudomány szemszögből? Nukleális sav és a fehérje. Ez a élet. De amúgy az se pontos, hanem a nukleális savnak és a fehérjének a nuklein. Ugye? Úgy mondják magyarul. Nuklein sav. Nukleális, az más. Nuklein savnak. És a fehérjének a kombinációjának hozza létre az érzelmeket és a tudatot. És akkor ezért a végkövetkeztetés, hogy majmunkból lett az ember, ezért szeretnünk kell egymást. Valahogy nem, mitől kell hirtelen szeretni egymást? Látjuk, hogy majmok hogy élnek, el vannak. Nincsen nagy szeretet egymás között, de el vannak. Szóval se filozófia nincsen ez mögött, hanem csak egy ilyen kis, ez, hogy porról lettünk, porral megyünk, és akkor kész. De valahogy ez iskolában nem fogadtam el, habár ezzel mosták agyba jobbról balról mindenhol a tanárok, utána hívták másféle. Emlékszem, volt egy ilyen egyszer bemutató, hogy hogyan nincs Isten, hogy az egész csalás, a vallások, ez az egész csalás, hogy hogy lehet csinálni vegyszerek segítségével vízből bort, meg hogy, szóval így tudományosan magyarázták, hogy ez csak egy ilyen kis egész hókusz-pókusz, még nincs is varázslat. Aztán utána ezen mindig mentek a mindenféle tudományos írások, és volt egyszer Szovjetunióban egy cikk. Okay, hogy az élet az csak úgy létezhet, hogyha jelen van nuklein sav és a fehérje. És lényeg, de mi lett előbb? A fehérje vagy a nuklein savak? És akkor volt egy ilyen cikk róla, annak, hogy erre válaszolnak, hogy mi volt előbb, tyúk vagy tojás. És akkor elindult egy ilyen kis eszme. Hát gyakorlatilag a nuklein sav az termeli a fehérjét. De a nuklein savnak egyik eleme nem más, mint a fehérje. Ezért
egyszerre mindketten kettő létrejött. És akkor ez volt a nagy tudományos válasz, hogy hogy lehet, hogy pont véletlenül, semmiből így létrejön kettő véletlen dolog, és akkor utána lesz belőle valami. Szóval nem egy megfelelő válasz volt. Ugyanakkor láttam másik irányt az életemben, hogy amikor valamit akartam elérni, vagy megoldani, amikor imádkoztam, akkor mindig teljesült. Akkor most mi a nukleinsavak, vagy fehérjék teljesítenek embernek a kívánságokat, a vágyokat, megoldásokat létrehoznak. Szóval nem működött. Gyakorlatilag nincs is ennek a ilyen civilizációnak, ami erre alapszik, hogy anyaga, az egésznek az anyag az alapja, vagy a forrása, akkor itt csak vége lesz az egésznek. Szóval nincs is értelme, például minek értelme lenne erkölcsi elveknek. Miért kell erkölcsi elv? Egyszer élsz, hát akkor zúzzál. Szerezd meg, amit csak tudsz. Utána úgyse létezel, nem számít semmi. De létrehozni valami morális erkölcsi elveket teljesen fölösleges. Ilyen alap dolgokon szerint. Lényeg a lényeg, ez addig ment, ameddig nem találkoztam egy védikus. Először nem is a védikus írással találkoztam, hanem csak egy könyvvel, ami a karmáról szólt. Amúgy ez onnan van, ugye a karma, már karma szó szanszkrit, és ez rögtön megválaszol sok minden kérdésre, hogy miért pont itt történik, nem úgy, nem máshogyan, és akkor hogy itt van igazából okokoz a törvényei, következménye van mindennek, ami ez a következmény, az okozza egy másik dolgot, és akkor ez indítja egy másik következményt, és akkor így megy tovább. Szóval ez történt. Végül, amikor már találkoztunk a védikus írásokkal, akkor ez egy nagyon érdekes volt, mert belül volt egy ilyen, akkor már Magyarországon voltam, érzésem, hogy igen, kellene valami nagyon a hiteles, régi, ősi tudást hoz jutni. És ezt elkezdtem keresni, ami még valahogy nincsen eltorzolva, ami hibátlanul tud válaszolni. Mert maga a védikus írások meg is magyaráznak, hogy embernek a tudás, ember által létrehozott tudás, az nem lesz, nem adja válaszokat semmire. Mert van emberek használnak, van kétféle tudásszerzési mód, egyik ez a felszálló, amikor tapasztalatok által, spekuláció által, ami általában van alapozva a mi tudományunk, az ugye Srila Prabhupád könyvekben mondja, nem lehetséges megkapni teljes képet azért, mert ember képes hibázni. Szóval, ahogy már beleépített hibával valamit akar létrehozni, az is hibás lesz. A másik csalásra hajlamos, akkor olyan tudást tudjunk szerezni, amiből pénz is jön. Harmadik, érzékek tökéletlenek, ez azt jelenti, hogy nem képes tapasztalatból szerezni tiszta információt, mert egy ember így látja, másik ember úgy látja. Egyik ember úgy érzi, másik így érzi. Szóval akkor mi a valóság? És akkor negyedik, ez a csalásra hajlamos. Szóval ezt kizárja. És a védikus írás, ez a másik, ez a alászálló, ami föntről le. Azért is úgy neveznek a védikus írásokat Shruti. Shruti, ez azt jelenti, Shratavya, Shradadanasya. Ez azt jelenti, hogy ami hallottunk, hallás után.
mert nem lehet kitalálni. És lehet, hogy egy kicsit beszéljünk először, hogy mi a bizonyíték, hogy a védák egy hiteles forrás minden tudásnak. És honnan tudjunk, hogy ez ősi? Hát van van említve több helyen, hogyha csak itt nagyon-nagyon mondjuk szerényen mondjuk, hogy mikor volt első leírva első könyv, ez a Rigvéda. A Rigvéda az 15 ezer éve ezelőtt volt leírva. Az volt az első. És utána ez most 5000 év 120-ban lemennyi ezelőtt már volt leírva, nem is volt leírva, igazából mi úgy szoktak mondani, amikor emberekkel beszélünk, hogy 5000 év ezelőtt le voltak írva a védák. De ez nem pont így volt, hanem a Rigvéda az azt jelenti, hogy összes tudás a védát tartalmazta mindenben. És akkor ott voltak a himnuszok, rituálik, minden, csak emberek olyan éles intelligenciával rendelkezték, hogy ebben nagy tudományban tudták tájékozódni. Csak 5000 év ezelőtt ember már nem tudta ezt csinálni, nem volt ilyen intelligens, ezért a Vyasadev, akinek a helye, ahol ezt csinálta 5000 év ezelőtt, az megvan Himalájában mai nap, Badarik Ashram, ő azt csinálta, hogy editálta. Szóval ő editor. Ő nem aki írta le, hanem hamarabb voltak leírva a védák. És ő beosztotta. Megcsinálta, hogy akkor volt a Rigvéda, akkor ezek tartoznak a Rigvédához, akkor kiválasztotta más mantrákat. Az volt a Atharva Véda, Yajur Véda, és a Száma Véda, és akkor így megcsináltam, mindegyiknek van saját feladata. És akkor az egy teljes mértékben volt leírva, minden tudás, amit csak létezhet, le volt írva, ott van utána Upa Védek, ilyen kiegészítő védek, sok minden más, de ami maradt mai napra, az csak 4% tudásból. 4% védából marad. És még mindig nekünk nincsen kapacitásunk mi ezt megtanulni, felfogni. Hát védákat végképp mi már nem is tudjuk védákat felfogni. Nagyon sok ember szokott nekem írni, ha hol találhatom egy védát? Ne keresi, semmi esélyed nincsen semmi belőle megérteni. Azért utána jöttek másféle. A védák után jött a Vedanta Sutra, a védáknak a végső tanítás, akkor most inkább két szóval mit jelent a véda, és utána jött a Srimad Bhagavatam, ami nekünk a lényeget, ami még van kapacitásuk megérteni, ami helyre hoz az életünket, és sőt, megtisztul a karmától, megtisztítja, hogyha azt szerint próbáljunk élni, és lelki tökéletességet elérjünk. Szóval ez, ami nekünk fontos, a Srimad Bhagavatam. Persze voltak másféle írások is, ami a védák kiegészítők, vagy a védák kinyilatkoztatások, mert maga a véd a szó, lehet, hogy erről is beszélünk, ez vid. Vid az azt jelenti, hogy látás, látni. A véda az olyan tudás, ami nem egy információ, hanem ez egy látásmód. Hogy ember, aki védikus, az más, ez nem úgy látja a világot, ahogy mi szoktunk látni. Ez a vid. És akkor ez a tudást jelenti is, a vid. És több írást írták a védákon kívül, vannak olyan írások, ami hitelesek, mantrák is van benne, és minden más, de ami a risik, szentek írtak le.
De hogyan? Rishi pont azt jelenti, aki lát. És a rishik, ők írták a másféle védákhoz, vagy magyarázat, vagy valami más kiegészítő dolgokat, ahhoz olyan adaptálásba, hogy mi megértsünk. Hogy a védáknak, vagy a szenteknek a feladat nem változtatni az írást, de segíteni, megmagyarázni, hogy mi megértsünk. És ezért ők hívták, hogy rishik, mert a rishi olyan tiszta szívű volt, hogy ő a szívbe kapta Isten kinyilatkoztatását, és akkor tudta leírni. Sajnos most a szochálózatban majdnem mindegyik második rishinek gondolja magát, akinek Isten kinyilatkoztatja ezt a tudást. De ez egy sajnálatos módjára, ez nem pont így van. Ezek nagyon lemondott személyek voltak, azok nem használtak mi kütyüt. És, de érdekes, a következő a védáknak, ez a nyelvezet. Szanszkrit nyelv, ami, hogyha mi megnézünk, akkor a régvédet, aki szanszkrit nyelven volt leírva 15 ezer év ezelőtt, de 15 ezer év ezelőtt a modern történelem alapján ilyen kövekkel kellett rohangálni őszbőrbe, vagy tigrisbőrbe mamótok után. És akkor vadászni kellett, hogy akkor még csak teljes, hogy mondjunk, teljes mértékben vademberek voltak még, ősemberek, majomszerű emberek. De akkor hogy lehet az, hogy így voltak teljesen vadok, barbár emberek, ami állati szintűek, és kialakult legfejletebb, ami mai nap világon összes egyetem elfogadja, hogy ez a legfejletebb nyelv, ami létezik a univerzumban. Mert ezt nem használnak csak a Földön. A Földön már nem használnak. A más bolygókon használnak ezt a nyelvet. Ugye? És ez egy bizonyíték, hogy annyira fejlett ez a nyelv, hogy ez lehetetlen, hogy primitív, ahol még csak bu-bu-bu, meg bla-bla-bla nyelve volt, és abból hirtelen kifejlesztenek ilyen nyelvet. Hát már csak az elefánt szónak, tudjátok, hogy elefánt szónak a szinonima 4000. Nincsen semmilyen nyelvben ennyi az elefánt. A víz az 80. Amit vizet lehet mondani, 80. Udaka, apa, akkor mi van? Még valami, én párat most így hirtelen. Jala, nir jala, egy kádasi, jala, igen. Szóval nagyon sok. Mi csak hármat tudjunk, alig-alig, nem, hogy 80 van. Szóval ez a szanszkrit nyelv, ez egy legnehezebben építhető nyelv. Például az angol, ez egy primitív nyelv. Nagyon primitív. Ez a egyik legprimitív. A kínai is egy primitív nyelv. Mert ott csak ennyi van. Swimming. Mint a magyarul. Szánkózni. Ez egy primitív dolgok. De a szanszkrit annyira választékony, hogy ott lehet érzelmeket kifejezni. Ott lehet magázni csak úgy valakit, de lehet úgy magázni, ami a kifejezi, hogy ez különlegesen tisztelet azt a szemét, így magázol. Szóval annyi sok minden van ebben a szanszkritben. Ki találta ki? Senki. Ugyanúgy, ahogy a védák, mint a tudás, az örökké létezik, a szanszkrit is mindig létező nyelv. Ezért a tudós, vagy a rishik, amiről beszéltem, akik írták
sok szentírást, nem mondjuk a véde, hanem szentírást, ami szanszkritul, amikor ő elmerült a meditációban, akkor ő elkezdte látni. És ő látta a tudást. Mert mert minden mostani kvantumfizika is már elfogadja, mondhatjunk így, kísérletekkel is bizonyítja is, hogy a világban a fő az a hullámok, a hangvibráció. Szóval mindennek van a hangvibrációja. És ők mondják, hogy ez egy a hangvibráció, ez az asztal, neki van saját hullámrezgései. És ezt tudták. És mikor Rishi meditált, ő látta a hangokat, a hangvibrációkat, a szavakat, és az írta le. Így például a szanszkrit ABC-nek az a neve, hogy Akshara. Akshara az azt jelenti, hogy bűnözés nélküli, hogy mondjuk így magyarul? Büntelen. Akshara. Büntelen, csak azt jelenti, ez azt jelenti, hogy tiszta, és nem ember által van létrehozva az a szanszkrit nyelvezet. Akshara. És akkor az úgy, hogyha mi nálunk a mostani világban úgy írjunk a szavakat, vagy a betűket, hogy kitalálják, na ez lesz az A betű, ez a C, és akkor magyar mondta, hát én nem találok, itt van a latin az egész, használjunk mi is. És minek új biciklit csinálni? Oroszok mondtak, nem, mi azért új biciklit csináljunk. Kínaiak mondtak, hát még egy harmadik biciklit csinálunk, japánok negyediket. De a szanszkrit az nem. Mindenki ismeri a Om jelet. De? És az Om jel, ez nem, hogy valaki jó művész volt, és gondolna, Om, akkor valahogy így le kell rajzolni. Nem, ez megint Rishi vibrálta Omot, és akkor megjelent ez a forma, akkor leírta. Omból, és az is egy érdekes dolog, hogy ez egy ilyen hangvibráció, ami magában mindent tartalmaz. Omból, ezért Omot meditálták, mert Om, mikor kitágol, megnyílik, mint egy lótusz, és akkor onnan megkapja összes információt és minden tudást. És akkor így írta le, és akkor úgy vibrálta a hangokat, az ABC-t, látta az ABC-nek a formáját, a hangvibrációknak, a hullámoknak a rezgését, a mintázatot, és azt írta le, és így létrejött az ABC. Ezért a szanszkrit nyelven a hang és a név között nincs különbség. Nálunk van, mert magyarul kenyér egyféleképpen mondanak, oroszok más, harmadik, angol, kínaiak, mindenki más. Ezért nálunk ez csak becézés. Mi nem mondjunk igazi neveket a tárgyaknak, de nevek minden tárgynak, minden állat, mindennek létezik öröki. Ezért, amikor van pusztítás, új teremtés, akkor a védek újra kinyilatkoztatva lesznek, ugyanúgy, ahogy voltak, változás nélkül, ugyanezzel a szanszkrit szava. De az emberi nyelvek újra kitalálnak. Nem biztos, hogy mindig van magyar nyelv. Ez most kitalált egy nyelv, és utána lesz valami más. Igen, és akkor, ahogy mondtam, hogy igen, angol ez nem egy fejlett nyelv. Ugyanakkor a kínai, az mondják, az még egyszerűbb. Azt úgy mondják, hogy az olyan építő, úgy épül a nyelv, mint egy szalagi ipar. Így tim-tim-tim-tim-tim. És azt mondják, ezért szeretik a szalag nagyiparokat a kínaiak. Amilyen a nyelvek, olyan a nép. A szalagra gyártás nekik, ez megy legjobban. Mindenon gyártanak, nem? Összes nagy márka cégek Kínába gyártanak a dolgokat. Igen, ez azért. És ezért a szanszkrit mantráknak volt ereje. Nem csak volt, van. Mivel ez eredeti vibráció,
eredeti szavaknak, eredeti tárgyaknak, ezért amikor fel van építve egy mantra, ez a szó mantra, én emlékszem, amikor így sok-sok-sok mindent olvastam, még mielőtt találkoztam védikus írásokkal, akkor valahol egyszer átugrott nálam ezt a téma, mantra, 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 és fú, annyira belement, igen, a mantra, mantra, és utána elfelejtettem, úgy emlékeztem, hogy igen, vannak ezek a mantrák, csak a mantra szót elfelejtettem, hogy ami így működik, ami régen minden nyelvben voltak a varázs igék, minden kultúrában, hogy kellett mondani valami varázsló szavakat, és akkor történik a varázslat. És akkor, mikor mantra, mantra, utána emlékszem, pár évig nem találtam ezt a szót. Mi volt ez a szó? Hol volt? Igen, vannak ilyen szavak. Csak elfelejtettem, csak nem is tudtam, hogy ez csak nem is írta valami, tudjátok, sok ilyen író van, aki kitépe innen onnan, szóval csak saját magát produkálja, de nem hivatkozik az eredeti írásokba, azért nem tudtam, hogy hol keresek. Na a lényeg, hogy a mantrák azért működtek. És akkor hát, ahogy mondtam, minden tudás benne van, nem csak... Hát kezdjük arról, hogy például az univerzumnak a mérete benne van. Le van írva a holdnak és a föld között távolságra. A holdnak az átmérője, ez minden ott van. Azt mondják, hogy 108 hold átmérőt, a földtől holdig, az a távolság. A hold, a nap és hold között, vagy a hold, föld és a hold között. És az, hogy le van írva, hogy a hold az távolabb, mint a nap. Igen. Akkor a pi szám, az pontosabb le van írva ott a védákban, ami a tudósok itt leírták a pi számot. 0 vesző 31, de amúgy a 0 vesző 32. 3,14. Milyen? 3,14. Igen, de majd talán a kettesek az a szanszkritban, vagy a védákban, pont, még pontosabb. Az le van írva. Igen, akkor sokszor beszélek, mesélek a védikus gyereknevelést a videóban. Ez nem azért van, mert ez a formulája például, hanem azért így. A védikus rendszer minden egyben van. Az univerzumnak a felépítése, akkor az összes törvény, hogy működteti, mert ugyanúgy működteti az egészséget, hasonló dolgok alapján a pszichikát, minden, hogyan fejlődik a csecsemő, hogyan fejlődik minden más, és akkor mivel ez egy univerzális tudás, itt egyszer megtanulsz az alapot, és erre alapva minden védikus tudomány rá van építve. Ezért nagyon fontos az alapokat megtanulni. Ha valaki asztrológiát tanul, akkor ott kell tudni ezeket a 8 elemet. Bumira, Ponnalo, Vajur, Kamano, Budirévacsa, ez a föld, víz, tűz, levegő, éter, elme, hamiságo, intelligencia, hamiságo. Az ajurvédában is ezt kell tanulni, mert ezt kell mérni, az asztrológiában, és minden más, mindenhol. Akkor még az építkezésben ezt kell tudni ismerni, mert nem tudsz felépíteni egy jó házat. Szóval minden egy. Öko, most is mondjak, ilyen ökorendszerben van, amikor így egymással van kapcsolódva. És ezért, amikor adja egy megoldást, akkor azért ilyen megoldást adja a véda, mert így működik. A gyereket azért így kell nevelni, mert így működik a gyerek. Így működik az ő pszichológiája, pszichikája, amikor ő egyik korból megy másikba. Kaumaram, Jóram, Dzsára. Akkor az ajurvéda. Miért? Emberek is, itt mindenki spekulál, hogy kell táplálkozni, hogy kell, erről nem is spekulálnak, nem is tudja. Semmi, a táplálkozás kultúra nincs is. De ajurvéda mondja, így kell reggelizni, így kell ebédelni, így kell vacsorázni, sose leszel beteg. Miért így kell? Azért, mert így működik a szervezet. Igen, és akkor így működik.
Ezért mondják, hogy házasság. Arra a tudomány lesz. Hogy font, nem csak úgy, hogy én a diszkóba mentem, és ott láttam, és már reggel felébredek, hoppá, már házas vagyok. Hanem különbözőképpen működik férfi, különbözőképpen működik a nő, és van különböző férfi, különböző nők, és nem mindegyik férfi kompatibilis és mindegyik nőhöz. Ezért sokszor itt nálunk, nekem most nem magyarázom én kihez házas vagyok. Hát ez butaság. Azért kell magyarázni, mert kell, hogy legyen szakértő, aki mondja, hogyha nem voltak kompatibilis, akkor terror lesz egész élet. Egymást fogtok terrorizálni. Hogyha kompatibilisek, akkor erőfeszítés nélkül boldogok lesztek. Miért? Mert így működik. Ezért a védáknak a tanácsai, ez csak segítenek nekünk megérteni, hogy működik a világ. Hogy legyünk összhangban. Ugyanúgy, építkezés. Miért pont kell így építeni? Most nálunk az épületek, mind a nagy rész, ez teljesen káosz az egésznek. Főleg, amikor van körépület, az nem jó. Vagy más fura formájú, vagy dőlt, vagy valami. Hát általában, vagy túl hosszú az épület. Nem kell, hogy legyen négyzet egy épület, és akkor miért? Mert így működik a világ. Mert így kell, és nem volt mindegy, hogy hogyan, milyen irányból legyen bejárat, hol legyen a konyha, hol legyen a fürdőszoba, és melyik irányba aludjál. Most ez nulla, ezért mindenkinek problémája van. Már ha rossz karmád van, és rossz az épület, az erősíti a rossz karmádat. Ha rossz karmád van, jó az épület, enyhíti a rossz karmádat, de ha jó karmád van, akkor erősíti. De rossz épület, jó karmád, akadályozza. Sok ember nem tudja, miért, mi a baja. Meg csak akkor, hogyha valaki fejjel alszik éjszaka felé, akkor kész. Sose lesz normális egészség, és se pszichikailag, se testileg. Lehetetlen. Mehet orvosokhoz, bárhova mehet. Meg az egészséges ember se jó fog érezni magát. Miért? Miért működik? Persze van a védákban kétféle tanítás, hát háromféle. Az egyik, ez amikor csak mondja, így kell csinálni, úgy, mint egy rituálé. Ez tett balra, az jobbra, vagy inkább ez kelet felé, ez észak felé, ez felé, és nem nincs magyarázat. És akkor emberek, akkor csinálnak gyorsan. De vannak védeknek a része, ami ezeket kimagyarázzák, megmagyaráznak, hogy azért kell, meg azért kell, meg azért. Például, hogy miért nem jó észak fele aludni. Azért, mert az embernek a magnetikus tere, mondjuk, vagy biotere, vagy valami, és a Földnek ugyanolyan pozitív és negatív, embernek pozitív a feje, negatív a lába, és ugyanakkor a Földnek az éjszak pozitív, a másik az negatív. És tudjunk, hogy a kettő dolgot, ami azonos a pólus, mondják pólus, akkor mi történik? Taszítja egymást, eltolja. Igen, na, és akkor képzeld el, itt van a Föld, és ember így éjszakra fekszik. Ez tolja ezt, és akkor az ember itt alszik, de a finom testet ez így kifordítja neki, amikor alszik. Muszáj. Mert itt fog működni. Kész. Akkor így, se pszichikailag, se testileg, mert a prána, mert minden ez működteti a testét. És akkor ez mindig el van torzulva, akkor lehetetlen meggyógyulni. Lehetetlen megcsinálni. Szóval ennyire, mint hogyha kis pici apróságunk, akkor már is van sok nagy hatása. És most persze, most már annyi sok
most valamikor valaki mindjárt írhatja, jó, de akkor én megváltoztatom, és fél év múlva fog írni, jó, már fél évig nem úgy alszok, hanem úgy a keletre, ez a legjobb, vagy észak-keletre is jó, de nem vagyok jó. Igen, azért, mert most a mi kialakult helyzetben a romboló tényező az már 100 vagy 1000%-ban van. Vagy valamikor már annyira el van rontva, hogy rögtön nem tudjunk hatástalaníteni. De amit tudjunk, hogyha próbálunk, akkor fogunk érezni. Nem tudom, ki érezte gyerekkorában? Én gyerekkoromban mindig éreztem. Csak nem tudtam aludni. Lefeküdtem, és érzem, hogy több, 3-4 éjszaka nekem elég volt, hogy nem érzem, nem tudok aludni. Fogtam párnámat, oda dobtam a lábam, és már is aludtam. Nem volt nektek senkinek? Nem? Én nem emlékszem, mert nem aludtam. Igen, és akkor így, amikor ezeket olvastam, akkor igen, lehet, tényleg lehet ezeket tapasztalni, érezni. Szóval ez a lényeg, hogy minden területre mondja, akkor, hogy milyen legyen a politikus, milyen legyen egy király, mi a feladata, miért, mert így működik. És akkor ezért így kell viselkedni. Mostani világban a fiatal emberek eldönthetnek, fiúk vagy lányok 18 éves korban. Tehát... Óvodáskorban legyenek a fiúknak a lányok játékod a babában. Igen, de akkor még nem döntetek, az csak agymosás. Igen, az csak egy agymosás, de ma 18 éves korában döntsd el, hogy ki vagy. Nem, vannak olyan dolgok, amit nem dönthetsz te. Igen, ilyen alapján 18 éves koromban én eldöntöm, hogy megölni egy embert nem baj. Hogyha már eldönthetem, fiú vagy lány vagyok, akkor azt is eldönthetem. Nem dönthetsz el, hogy megölni ez rossz, az rossz. Hiába, ha dönthethetsz, de ennek lesz következménye, mész börtönbe. Ugyanúgy fiú vagy lány, dönthetsz, de lesz következménye. Miért? Mert így működik. Mert hogyha kaptál ezt a testet, akkor ez a test, ez így kell működjön, és ezzel, hogy nem ezt csinálod, mert azt gondolod, hogy szabadság van, hát sajnos magának hosszú távra nagyon sok, utána saját magának csinálsz rosszat. Na, utána ennek lesz következménye, és te szenvedsz. Itt nem arról van szó, hogy valaki berágott, és azt mondja, hogy nem dönthetsz fiú vagy lány, mert amit kaptál. Ez nem erről van szó, hogy valaki ellen van, hanem erről van szó, hogy nem így működik a világ, ahogy te gondolod, és azért mondjuk, hogy ne szenvedjél. Mert most te ebbe az életbe megoperálod magadat, és azt gondolod, hogy minden jó lesz, de utána több életen át mi lesz? Nagyon sok probléma lesz, és inkább jó akarából valaki mondja, hogy, és a véde az a jó akara. A véde, mint az anya. Ennek vannak visszahatásai, komoly visszahatásai, vagyok valaki eltöpráltatja magát? Hát mindennek van visszahatásai. Na persze, mindennek. Hát ebben a világban semmi nincsen, ami nyomtalanul eltűnik. Persze. De nem a... Igen, hát van, amikor védek mondják, igen, ez lesz a következmény, de a védeknek nem a fő módszere bűntudatban, tudod, hogyha így csináltuk, a pokolba mész, nem ez a módszer. A módszer inkább mindig adni egy helyes tudást. És mikor helyes tudásod van, akkor mintha világos előtted, mint a nap, és te tudod, hova menjek. Most ezért azok a személyek, akik most például ebben a döntésben gondolom, majd dönthetem, ők áldozat. Nincs tudásuk, tudatlanságban őket tartanak, és velőtt együtt érezni kell, nem ítéljünk ki őket, hanem ők áldozatok. Nagyon sajnáljunk, hogy így tompítják az egész világot ezzel.
Azért védek mondják, hogy így nem leszel boldog. Ha nincsen tudásod, nem tudsz élni egészséges, kiegyensúlyozott, szeretett életét. És akkor inkább azért van a védeknek az egyik nagy része, a fő, ez tanítja embereket, hogy hogyan teljesíts a saját vágyaid. Mert védek azt mondják, jó, akarsz lány lenni, nem probléma. Következő életben leszel. Most csináld meg ilyen-ilyen dolgokat, és következő életben megkapsz, és nem lesz karma. Ilyen rossz karma nem lesz. Mert lehet, nem probléma. Mert már mi voltunk, fiúk, lányok, mi minden, ennyi, már minden voltunk. Voltunk fiúk, lányok, állatok voltunk, mindenki. Mert teljesül, csak van törvény, hogy hogyan. Szóval nincsen gond, hogyha valaki akarja fiú lenni, vagy lány lenni, ezzel nincs probléma az, senki nem a jogos vágy, de ennek van a működtetése, hogy hogyan ezt tudok elérni. Igen. És ezért védek mondják, az egyik része tanítja, hogy hogyan lehet teljesíteni a vágyokat. És akkor ott vannak a rituálik. Van ez a brámanak, ugye van még a védáknak a részei, mert általában maga a védák, Száma véda, Jajur véda, Tartva véda, Rig véda, ezek a himnuszoknak a gyűjteményei. Ott vannak a védikus himnuszok. De ahhoz, hogy ezeket a mantrákat használjunk, és teljesítsünk a vágyainkat, arra van brámanak. A brámanak, ez a írásnak egy részlege, ami rituálikból áll, hogy ezeket a mantrákat, ezek ilyen-ilyen vágyra, ilyen-ilyen rituálé van, és ilyen-ilyen mantrát kell énekelni. És akkor ember tud teljesíteni a vágyat, hogy legyen itt anyagi világban boldog. Teljesen ez, hogy nincsen gond ezzel. Mert amikor ezt a módszert használja az ember, akkor fejlődik. Hogyha védikus védikus tudás segítségével teljesíti a vágyat, akkor tisztul karmától is. És utána ezért van, utána van egy magasabb részleg a védáknak a ezoterikus magyarázatok, úgy hívják, hogy aranyáka. És aranyáka ő megmagyarázza, hogy miért működik. Pont ezeket a pránák hogyan működnek, hogyha a hang vibráció alakítja, hogy materializálódik a hangból valami, szóval ott megmagyarázza a rituálit, és miért kell, és végül milyen jelentősége. Ez az aranyákák. Ezek már lelki dolgok kezd. Majd, hát már lelki. És utána, szóval azért, szóval egy érdekes dolog, hogy a védák, megint nem ez a negatív, anyagi dolgok, mert minden ez rossz, és akkor, hanem inkább pozitív. Adnak neked, akarsz teljesíteni? Igen, de akkor teljesíts ezzel a tiszta úton. Ez egy bátorítja. Igen, lehet. Utána, de ha nem akarsz megállni, és egy idő múlva rájössz, hogy mi van ezen még kívül jobb, akkor van aranyjáka. És akkor azok meg segítenek megérteni még egy jobb dolgot. És utána van Hare Krishna. Gyere, nyugodtan. És utána van Upanishadok. Az Upanishad az már a legmagasabb rejtélyes védikus tudást, tudományt tartalmaz, ahol elmondja a kapcsolatot Istennel. És akkor ott megmondja, hogy gyakorlatilag az egész kalamaikának az értelme ez az Upanishadokhoz eljött egy emberhez, embernek, és Istennel kapcsolatot építeni. Ez az Upanishadok. És akkor van mennyivel? 200 valamennyi Upanishad, és van 10 fő upanishad, és fő upanishad az a isopanishad. Nincs itt nálunk? Nincs. Isa upanishad. Isa upanishad. Aha.
Ez a fő Upanishad. A legfőbb. Igen, ahol rögtön is mondja Isvasam idam sarvam yat kincham jagatam jagat tena cak tena bujita magridhakasa siddhanam. Rögtön mondja a törvényt. A fenntartható ökogazdálkodásnak minden ember számára. Isha avasyam. Minden tartozik Isához. Isha ez azt jelenti, hogy kontrolláló, uralkodó. Ebben a világban, amit látunk, minden az övé. Istenhez tartozik Isha avasyam. Idam, ez itt, idam, itt. Szarvam, minden. Amit látsz, meg a teste együtt, minden az övé. És veszem minden szarvam. Máját kincsem, jagatam, jagat. Az egész világban. Jagatam, jagat. Jagat azt jelenti univerzum. És akkor azt mondja, jagatam, jagat. Az azt jelenti gam. A gam az azt jelenti menni, mozogni. Jagatyam, jagat. Az azt jelenti, hogy mozgó, a mozgóban. És érdekes kinyilatkoztatás, mert hogyha mi megnézünk az univerzumon belül a bolygók mit csinálnak? Mozognak. Okay? Akkor a bolygón a folyók mozognak. A fák mozognak, fa belül dolgok mozognak, egy sejt belül dolgok mozognak, az autópályán az autók mozognak, az ember, aki ül az autóba, mozog, az emisztési rendszer ember belül mozog, az atomok a tárgyak belül mozognak. Az atom belül az elektronok, protonok, műzónok mozognak. Mozgó a mozgóban. Jagatyam, jagat. És ez minden az övé. Téna, tek, téna, bujinta. De te tudsz ezt használni. Ami a tenek, tek, bujinta, bujinta, bhoja. Ez azt jelenti élvezni. Te tudsz ezeket élvezni. Ami ki van jelölve te részednek. Ma gridha kasa siddhanam. De ne legyél mohó. Csak annyit használja, ami a te részed. És akkor kasa siddhanam. Mert ki az egész? Nem a tiéd. Hogyha ember ezt emlékszi, utána mondja a következő ez egy formulája. Fenntartható kapcsolatoknak, boldogságoknak, minden békeségnek a világban. És nem lesz koronavírus. És utána a következő mantra itt mondja, aki e szerint él, ezt a formuláját követi, hogy mindig tudja, ki az egész, és hogy használhatod, közben tudod, hogy amit én használom, nem az enyém, az jó, és amennyi nekem ki van bocsájtva, ilyen módon élhetsz boldogan 100 évig. Na karma lipjete nare. Ott a vége mondatnak. Mert ilyen látással élve, na karma, nem karma, lipjete nare. Nem termelsz magadnak karmát. Ezért, amikor védek mondják, itt meg is mond magyarázva ebbe a Upanishadba, hogy miért. Igen, de általában emberek ezt nem látnak, ezt a kapcsolatot. És akkor ezért ez a legmagasabb tudás. A látni Istennel kapcsolatban mindent, ahogy egész Bhagavad Gita ezt tanítja. A Bhagavad Gita koronája a védáknak, és a Srimad Bhagavatam védáknak a fő magyarázata és a Bhagavad Gita-nak a folytatása, az erről beszél, hogyha az a baj mindenkinek, az az alap.
probléma, hogy elveszítettünk azt a jó látásunk, hogy minden Istenhez kapcsolódik. Mi a bizonyíték? Hát nincsenek államok, ahol az államnak az alkotmánya és a törvénykönyve az Isten alapul vegyen Isten törvényeket. Nincs. Nincs kapcsolatban. Sőt, néha rezonanciába jönnek az állami törvények az Isten törvényekkel. Ez azt jelenti, hogy bűn, amit engedi az állam, törvény szerint, az Isten szerint bűn. Ezért vannak a problémák. Ezért a védikus tudás élet minden területén a megoldása. És mint a pszichikai kapcsolatok, fizikai, lelki, intellektuális, érzelmi, minden. Röviden ennyit beszéltem. Vannak esetleg kérdések? Ezek az Upanishadokra vannak, hogy a magyar, bocsánat. És Upanishad, igen. Ott nálatok meg lehet vásárolni? Igen. És Upanishad. És a Rigvéda? Hát elején mondtam, hogy semmi esélyed nincsen ezzel semmit csinálni. A Rigvéda van. Miért? Jó. Nem, szanszkrit. Nem, szanszkrit, de ez nem csak azért. Még hogyha magyarul kapnál fordítás, nem tudsz mit csinálni vele. Mi most ebben a korszakban nem vagyunk intelligensek, hogy ezzel valamit csináljunk. Ezért nekünk megmaradt, ami megmaradt. Srimad Bhagavatam, az megoldja az életünket. Igen, a Rigvédával hiába találunk. Igen? Hogy beszéltél, hogy ugye harmóniában ülni Istennel, és akkor egy pár szót tudnál beszélni, hogy az embernek ugye pszichikája nincs rendben, akkor nem működik semmi a világban. Mert az emberből indul, ugye erről a ember, Isten és a pszichikai törvényekről, igen, hogyha az ember elveszíti kapcsolatot Istennel, akkor szenvedélyes lesz jobb esetben, rajaguna, és amikor ember szenvedélyben lesz, akkor ki elhal neki képesség, érzékenység. Lenni érzékeny másokra. Miért? Mert a szenvedélyben annyira akarok, hogy én jól érzem magamat, én velem mi van, hogy egyszer nem érzem másokat magam mellett. És mi már most annyira benne vagyunk, hogy mi most ezt gondoljuk, hát azért én érzem. Nem érzem. Mert ha éreztünk volna, akkor nem lett volna semmi probléma a pszichikánkkal. Ez úgy hívja, Srila Prabhupát, ő azt mondja, hogy ez lélektelen civilizáció. Ez egy probléma, és ezért, amikor én érzéktelen vagyok, akkor jön az erőszak. És hát nézzünk meg, hogy csak nézzétek a híreket. Erőszak az erőszakon. Semmi valami normális, erkölcsi, morális dolgokról sehol semmit nem mondják. Csak az erőszakról, mert ez a trend. Ez. És akkor, de hát ha erőszak, akkor ez mindig erőszakkal fog visszaütni, akkor te kapsz traumát, kész, pszichikai probléma. Ennyi. Nagyon egyszerű. Amikor van kapcsolat Istennel, akkor legfinomabb, kifinomultabb érzékenység vissza fog állni. És ilyenkor egészséges lesz a pszichika. Ember képes szeretni. Ezért mindig visszatérek ezzel a válaszol a vágóhídokra. Milyen szeretetről beszéljünk, hogy beszélhet az emberiség, hogyha engedi, hogy egy vágóhídon, nem tudom,
percenként hány állatot megölnek. Pont erről szó. Nem, nincs érzékenységem. Ember elmegy, boltba bevásárol húst, semmi érzékenysége nincs, hogy megöltek állatot, hogy megegyem. És ez azért, mert nincsen kapcsolat Istennel. Mert Isten ezt nem engedi. De nem őszinte ember kimagyarázza. Hogy nem is akarok belemenni neki, mert semmi értéke nincsen ezeknek a magyarázatok. Ez természetes, amikor valaki saját gyengeséget próbál megvédeni, akkor kitalálja valamit, hogy hogy kell kimagyarázni. Ez a gyengeség. Én nem emlékszem, hogy én nem magyaráztam. Amikor még nem voltam vegetariánus, mondtam, hogy azért eszek, mert egészséges, vagy ezért. Az, mert akarom. Amikor nem fogok akarni, nem fogok enni. Kész. Legalább nem magyaráztam, hogy ez miért jó. Hogy ez. Mert amikor nem ettem, akkor ugyanolyan sokkal jobban éreztem. Nem, hogy nem is voltam nagy húsevő, csak a szüleim úgy voltak nevelve, hogy öröknek húst kell lenni, de hogy is kell. Minden kevesebbet ettem, annál egészségesebb voltam. Szóval ez a lényeg. Nincs kapcsolat Istennel. Jön a szenvedély, erőszak, érzéktelenek, koronavírus. Ez még jó eset. Atomháború, az még várható. Mert ne gondoljunk, hogy megosztunk a koronavírussal, ne legyünk illúzióba. Jön az is. Ilyen nincsen, hogy gyártanak egy fegyvert, és nem fog kilőni. Van ez a jó ős mondás, ha valakinek a puska a falon van, az oroszok mondják, az egyszer fog lőni is. Szóval ennek a fegyvernek kell használva legyen. Ez a törvény. De hogyha megváltoznak emberek, és elkezdenek holnaptól, ma 5 perc múlva Isten törvényt követni, akkor nem kell kilőni ennek a fegyvernek. Nem kell, nem lesz kilőve. Nem kell, mert ez egy kiazonosítás lesz. Ez egy ébresztő lesz. Mert karma kiprovokálja. De hogyha megnézitek, egyre durvább, ahogy beszélnek egymással a világ emberek. Szóval egyszer csak valaki be fog kattanni. Mert most már olyan bekattant beszédek vannak egymás felé, hogy ez már csak egy lépést tart azzal, bekattan és már megnyom és nyomja valami. Mert nagyon durván fenyegetnek egymást. Hát csak amikor összeugatták egymásra az Észak-Korea és tényleg, mint egy ilyen harci kutyák és az Amerika. Hát csak egy kicsit be kell kattani, megnyom ez, viszlát. És garantált lesz. Nem vagyok, nem vagyok jós, nem akarok ijeszgetni, de Sivarama Maharaj is így látja. Én is így látom. Ezért terjesszünk. Próbáljuk meg valamit. Ez nem jelenti, hogy 100%-en legyen. Hogyha így megy a tovább világ, akkor nem úgy, hogy mindenféleképpen, hogyha így megy, ahogy most megy, ahogy most nagyon ilyen durván süllyed, akkor mindenféleképpen. De hogyha egyénileg mindenki elkezd most ébredni és változni, akkor egyre több esély lesz, hogy kevésbé mindenféleképpen, és valamikor nem mindenféleképpen, és valamikor semmiképpen. De rajtunk múlik az emberiségen a Földön. Mert a Föld bolygónak van egy karmája. És hogyha csak egy pár százalék minden városban, mert ez is már megállítja. Mert a jó erősebb, mint a rossz. Azért működik az Ayurveda. Ugye ember pusztítja magát, mert nem tudja, hogy kell pihenni, aludni, mérgezés kap, mert minden. Több éven keresztül, 10-20 évig, utána beteg lesz. Utána csak 2 hét mindenféle bőtölés, egy kicsit diéta, és teljesen meggyógyul. Miért? Mert a jó energia erősebb, mint a negatív. Hogyha nem, akkor hogyha te 20 éven keresztül hoztál magát ebbe a betegségbe, akkor 20 éven keresztül kell gyógyulnod.
De nincs ilyen. Egy-két hét, és meggyógyultál. És ugyanúgy itt is, mi süllyedünk, de hogyha legalább valamilyen bizonyos százalék megváltozik a Földön, emberek, akkor az erősebb lesz, mint a negatív. Optimista tervek. Más? Nincsen. Oké. Köszönjük szépen. De mi egyénileg, akik változunk, akkor mi nem fogunk megélni azt, ami mások. Meg így is valahogy Isten kitalálja, hogy hogy kell sakkozni, hogy minket ne érintsen. Aki változik, az svabamasyasya dharmasya trayate mahatobhayat. Krishna mondja egyénileg mindenkinek, hogy ha te megcsinálsz egy lépést, én már fogok gondoskodni, te ne így el ebből a korsóból azt a keserű levet, ami jön. Szóval ez egy remény, pozitív. Ezért egyénileg csináljuk. Ne várjuk a többiekre. De adjuk lehetőséget másoknak. Más? Köszönjük szépen. További szép nyári időjárást kívánok. És majd találkozunk. Hare Krishna.